Svastisné Bogáti Zsuzsanna 1994-től vezeti a képzőművészeti műhelyt, de a kezdetektől tagja a társaságnak. Nem kis feladat nem csak művészetileg, de emberileg is összetartani ennyi évtizeden át egy ekkora alkotói csoportot. Megalakulásuk óta céljuk összefogni azokat a rajztanárokat, pedagógusokat, akiknek közös az érdeklődési körük, és akik a tanítás mellett a képzőművészet valamely ágát művelik. Itt most a 45. évforduló kapcsán eszembe jut, hogy mennyire múlik az idő, meg mennyire változunk, és egyáltalán, hogy a csapatot összefogjuk, ahhoz az az erő kellett, hogy átvészeljük azokat a dolgokat, amik egy ilyen nagy csapat összefoglalásával, vagy összetartásával pontosabban teendők. A társaság tagjai idősödnek, a fiatalokban pedig kevés az energia, ami lehetővé tenni, hogy a tanítás mellett még a képzőművészet valamelyik műfajában dolgozzanak, mondja a műhely vezetője. Itt most újra és újra elmondhatom, hogy csak köszönet illeti a barátaimat, a kollégáimat, akik ennyi éven keresztül kitartottak. Sajnos voltak, akik elmentek közülünk, de azokat tiszteletből, például Panduri Józsefnek én is elhoztam egy munkáját, hogy itt legyen köztünk. Kapol Ilona már tulajdonképpen az otthoni betegágyától hozta el a munkáját, aztán Dészabó Margitot szintén baleset érte, ő munkáját szintén így hoztuk el. A Pécs-Baranyai Alkotópedagógusok Képzőművészeti Műhelye 45 éves jubileumi kiállítása 2024. január 8-áig megtekinthető Pécsen a Civil Közösségek Háza Gebauer Galériában.